Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit, újra itt vagyunk Sportszelet című magazinunkkal, melyben, mint azt már megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hét vége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mivel készültünk a mai alkalomra. Szeptember második hétvégén rendezik meg az Extreme Trail Weekendet Nyíregyházán. 6 hazai és 2 külföldi csapat részvételével veszi kezdetét a Sallai József emléktorna. 7. alkalommal rendezte meg a Sóstó Kupa nyílt strandbirkózó versenyét a Nyírsport SE. Rutinos új játékosokkal kezdte meg a felkészülést a Fátum Nyíregyháza az új idényre. Nábrádon találkozhatott a közönség a Real Madrid legendás utánpótlás edzőjével, Tóth Zele Józseffel. Szeptember második hétvégén már 5. alkalommal rendezik meg Nyíregyházán az Extreme Trail Weekendet. A szombati napon akadályokkal nehezített pályát kell teljesíteniük a versenyzőknek, vasárnap pedig 5, illetve 10 kilométeres terepfutás vár az extrém sport szerelmeseire. Azért hívtuk életre, hogy minél több embernek megmutassuk, megszerettessük ezt a sportot, ezt az akadályfutást, a terepakadályfutást. Mennyien voltak az első rendezvényen, és mennyien voltak tavaly a negyediken? Az első rendezvény úgy emlékszem, hogy olyan 500 körül, a legtöbben 900-an voltak a harmadikon, most is olyan 7-800 főre számítunk. Hogyan épül fel a két nap, ugye egy szombat-vasárnapról van szó programja? Az első napunk a szombati nap, szeptember 9-én ez terepakadályfutás, akkor a gyerekeknek is fogunk rendezni egy kisebb versenyt, a saját maguknak való akadályokat fogunk építeni, 4 korosztályban fogjuk őket díjazni, a felnőtteknek pedig 25 akadályból álló 5 és 10 kilométeres pályát fogunk építeni. Milyen akadályokra lehet számítani, mennyire kell edzettnek, állóképesnek lennie annak, aki teljesíteni akarja a pályát? 2 különböző futamot fogunk indítani. Az egyik egy elitfutam, a versenyszerűen sportoló versenyzőknek szól, a normál futam pedig, akik még csak most ismerkednek ezzel a sportággal. Honnan érkezek a részvevők, és lesznek olyanok, akik esetleg ebben a sportágban, vagy ebben a sportnak ebben az ágában jelentős eredményeket értek már el? Mivel viszonylag kevés terepakadályfutó verseny van az országban, ezért elég sokrétű a helyszín, ahonnan jönnek, Budapestről, Dunántúlról, a országhatárokon kívülről is érkeznek hozzánk. Beszéljünk egy picit a vasárnapi napról. Vasárnap terepfutás, 5 és 10 kilométeren. Ez egy gyors pálya lesz, ugye a Sóstói erdőben nincsenek szintek, de egy nagyon hangulatos kis terepfutó versenyt fogunk rendezni. Eddig a akadályfutás és a futásról beszéltünk, milyen kiegészítő programok lesznek, még mivel találkozhatnak azok, akik kilátogatnak majd a helyszínre a Sóstói strandfürdő területére, hiszen erről még nem beszéltünk, hogy hol lesz a verseny. Igyekszünk minél több programot szervezni, hogy a versenyzők a verseny után ott maradjanak, jól eltöltsék a napjukat, az egész hétvégéjüket. Tehát a legeslegfontosabb, hogy egész hétvégén, aki nevezett, egész hétvégén strandolhat a parkfürdőben, hiszen újra megnyitják a termálmedencéket, a poolbár is nyitva lesz, ezen kívül számos kiegészítő program lesz. A Magyar Honvédség részt fog venni különböző programokkal, lézerlövészettel, aztán repülőgép szimulátorral fognak kijönni. Ha minden jól megy, egy Gidrán harckocsit is ki fognak hozni, amit megnézhetnek. Ezen kívül a Decathlon egy felfújható focipályát fog hozni, tesztcipőket lehet kibérelni, masszázs lesz, sok minden más egyéb programmal készülünk. A polgármester úr által említett 22 nagy sportesemény sorában milyen helyet foglal ez a tényleg extrém teljesítményt kívánó Extreme Trail Weekend? Mondhatnám, hogy ez egy tényleg extrém különleges rendezvény, de már 5. alkalommal lesz, szeptember 9-10-én. Ez mutatja azt, hogy népszerű is, és szükség is van rá. És hát egyediség abban is van, hogy ugye hát van az elit kategória, a profik, az egy nagyon nehéz pálya egy laikusnak, de van normál futam is, és van gyerek verseny is, ahol a szülők is elkísérhetik a gyereket. Tehát ez egy tényleg minden generációt érint, ugye Sóston a helyszín, a fürdőbe, illetve az erdőbe. És nagyon jó az is, hogy ennek van egy sportturisztikai vonatkozása. Az egész országból neveznek a versenyre, és külföldről is. Most is Szlovákiából, Romániából, ahogy hallom, jönnek versenyzők, és a versenyzőkkel kísérők is. És ugye 2 napos a program, de aki távolról jön, aznak igazából 3 nap, tehát a szálláshelyek és a vendéglátóhelyek számára is egy jó program, azt hiszem.
Csütörtöktől szombatig harmadik alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a Sallai József emléktornát. Az NKK 5-ös és a Nyíregyházi Sportcentrum U16-os csapatai mellett 4 hazai akadémiai együttes, valamint 2 külföldi gárda lép pályára a tornán. Mennyire volt könnyű vagy nehéz mezőn toborozni erre a tornára? Azt mondhatom, hogy elég könnyű volt, hiszen sajnos, vagy nekünk örömteli, de egyébként a kosárlabdázás szempontjából sajnos nagyon kevés sportszervezet klub vállalkozik arra, hogy nemzetközi utánpótlás tornát rendezzen. Így adta magát ez majdnem minden jelentősebb csapatnak itt a Duna ezen felén, hogy elfogadja a meghívásunkat, és így szép kis mezőn jött össze 2 külföldi csapattal. Nevesítsük a részvevőket. Romániából jön Nagyváradról egy csapat, Szlovákiából, Prievidzából. Magyarországról jön 2 kiemelt nemzeti akadémia csapata, a Budapesti Honvéd Kosárlabda Akadémia és a Deák Kosárlabda Akadémia, és jön 2 országosan is akreditált, országos szövetség által akreditált akadémia, a Vasas Kosárlabda Akadémia és a Szolnoki Kosárlabda Akadémia, és természetesen 2 nyíregyházi csapat, Nyíregyházi Sportcentrum és az NKK 5-ös. Ezen a tornán mi az elvárása a rendező NKK 5-ös csapatával szemben? Tulajdonképpen az, hogy megnézzük, hogy hol tartunk a felkészülés során. Július 27-én kezdtük el az edzéseket, akkor még csak napi egyet, de augusztus 1-től már napi 2-vel készülnek a fiúk. Nagyon jó erőfelmérő ez a bajnokság előtt, hiszen szeptember közepén már előselejtezőkkel indul a kadettkorosztályban az országos bajnokság, és a másik elvárás természetesen az, hogy Sallai tanár úrra méltóképpen megemlékezzünk. Ugye az elmúlt idejénben az NKK 5-2 korosztályos csapat is felkerült az országos főtáblára a klub történetében először. Idén mi az elvárás az országos bajnokságban szereplő csapatokkal szemben? 2 csapat egyszerre most került fel először, egyszer már az U16-os csapatunk volt főtáblán. Most idén ugyan az elvárásunk, szeretnénk ugyanezt az eredményt elérni, és egy kicsit előrébb végezni a táblázaton, mint tavaly. Visszatérve még a tornához, mikor kezdődik a torna, hol lesznek a helyszínek, és mikor lesz a döntő? A héten augusztus 24-én csütörtökön kezdődik 14 órákor az első mérkőzés, az NKK 5-ös Szolnoki Kosárlabda Akadémia. A döntő mérkőzések pedig a Zrínyi Gimnázium Tiszavasvárúti tornacsarnokában lesznek szombaton 10 és 12 órától. 7. alkalommal rendezte meg a Sóstó Kupa nyílt strandbirkózó versenyt a Nyír Sportese. A különleges sportágat bárki kipróbálhatta a rendezvényen. Igazolt sportolók a vármegye több pontjáról, Hajdú-Bihar vármegyéből, valamint Szlovákiából is érkeztek a versenyre. A strandbirkózást Amerikában találták ki. Az volt a cél, hogy minél egyszerűbbek legyenek a szabályok, ennek megfelelően népi sportágakból választottak egy szabályrendszert. Maximum 3 percig tart egy menet, ha kitoljuk az ellenfelet a körből, akkor 1 pont, hogyha a kezén kívül bármelyik része a földet éri, szintén 1 pont, és hogyha a hátára érkezik az ellenfél, az viszont 3 pont és véget is ér a mérkőzés, ugyanis vagy 3 perc, vagy 3 pont. Tehát viszonylag egyszerű szabályok. Mennyire népszerű a gyerekek a birkózók körében, hiszen jó idő van, süt a nap, viszont valószínűleg nem túl hideg a homok. Igen, az az egyetlen gond, de így legalább gyorsabban lezajlanak a mérkőzések. Népszerű, tehát itt a strandról is jöttek nevezők, akik ugye még soha életükben nem birkóztak. Megnézték, látták, kipróbálták. Vannak viszont olyanok is, akik birkóznak, 7. alkalommal szerveztétek meg. Honnan érkeztek a mai versenyre a résztvevők? Szlovákiából érkeztek, főleg a megyéből, illetve Tiszacsege, aki a másik megyéből jön. Ők, akik igazolt versenyzők, tehát klubok, Balkány, Bökönny, Hajdunánás, tehát elég sok klub összejött. Itt kiemelném például Balkányi csapatból Felföldi Szabolcs, többszörös korosztályos magyar bajnok a birkózásban. Ő is eljött, és a kasaiak közül pedig a idei serdülő Európa bajnok 5. helyezett is részt vett a versenyünkön. Hogyan szerepeltek eddig a klubotok, a nyílsportese versenyzői az idei versenyeken? Hát az idei versenyen kevés volt, sajnos kevésre tudtunk elmenni. Hát inkább azt mondom, hogy közepesen, tehát egyelőre most edzéshely problémáink is voltak, tehát az idei év nem volt annyira szerencsés. Egyébként mennyien birkóznak a nyílsportás színeiben, és van-e utánpótlás magyarul népszerű-e a gyerekek körében a birkózás, hiszen azért egy olyan sportágról van szó, ami meglehetősen munkás. 15 igazolt versenyzőnk van az idén, ezen próbálom most majd javítani, többek között ezzel a sorosztói strandbirkózó versennyel is, valamint iskolákban szeretnénk bemutatókat tartani, hogy toborozzuk a létszámot. Kisvárdán most szeptemberben újraindítom az edzéseket, tehát ott megint remélem, hogy több jelentkező lesz.
Lesz-e még jelentősebb verseny ebben az évben számotokra? Igen, most kezdődnek igazán majd szeptemberben a diákolimpiai selejtezők, aztán a diákolimpiai döntők, akik tovább jutnak azok számára, úgyhogy lesz bőven. Némileg átalakított kerettel, új rutinos játékosokkal a soraiban kezdte meg a felkészülést a Fátum Nyíregyháza. A csapat az Extraligában, valamint a Magyar Kupában is az éremszerzést célozza meg az új idényben. Alapvetően a legnagyobb különbség az, hogy most az edzői stáb maga választhatta ki a keretét, hiszen tavaly ugye évközben változtattunk edzői pozícióban, ő már egy kapott kerettel dolgozott, most pedig egy komoly lehetőséget és felelősséget is kapott egyben az edzői stáb, ami ebben az esetben persze nagyon jó, hiszen ők választották ki az új játékosokat, mind légiós, mind magyar fronton. Nagyságrendileg hasonló költségvetéssel vágunk neki a szezonnak, tehát azt gondolom, hogy hasonló célokért fogunk küzdeni. Legfőképpen a mindkét kupasorozatban, mindkét sorozatban a bajnoki éremért való küzdelem a cél, esetlegesen a nemzetközi szintéren sikerül tovább léptünk az első körben, annak nagyon tudnék örülni, bár még egy picit korán vagyunk, de a legfontosabb a Nyíregyházi Sportcentrum saját nevelésű röplabdázóinak emellett a beépítése, hiszen 3-4 tagja már itt van a Fátum keretében a lányoknak. Hogyha a keretváltozását nézzük, milyen szempontokat vettetek figyelembe, illetve hogyan változott a keret? Minden csapat legfőképpen egy anyagi korlátot kellett magunk elé állítani, hogy addig nyújtózkodjunk, amíg a takarunk ér. Ezt sikerült is betartani. Köszönet nyilván a szakmai stábnak, hiszen partnerek voltak ebben. Szerettük volna ezt a fiatal magyar keretet, ahol azért van már két magyar válogatott játékosunk, akikre büszkék vagyunk, azért olyan tapasztaltabb és több országot megjárt légióssal erősíteni, akik azért még nem pályafutásuk végén járnak, de azért van egy olyan kellő tapasztalat mögöttük, amivel ezeket a fiatal játékosokat tudják felfelé húzni, és persze technikailag, taktikailag is olyan komoly játékosok, akikkel eredményt lehet elérni. Első blikre egy jó elej jött össze, aztán meglátjuk, hogy mit mutatnak a lányok a pályán. Ugye említetted, hogy van még idő bőven a nemzetközi szereplésig. Milyen célokkal vág neki a csapat a nemzetközi kupának? Ez egy nagyon fekete ló ez a csapat, akivel játszunk. Ugye spanyol harmadik csapattal kerültünk össze, igazából nagyon sok minden még nem tudunk róluk, hiszen első nemzetközi szereplésük lesz, azért mi minden évben ott vagyunk a nemzetközi porondon. Az edzőstáb feladata lesz úgy feltérképezni ezt a brigádot, aki egy fiatal spanyol csapat, latin-amerikai légiósokkal kiegészülve, hogy legyen esélyünk tovább jutni. Tudni kell, hogy egy nagyon hosszú utazás vár majd ránk, ami természetesen költséges is, de a legfontosabb az, hogy a lányok tudjanak túljutni ezen a körön. Nem ez a legfőbb cél a nemzetközi szereplés idén, viszont nagyon örülnék, hogyha sikerülne tovább jutni. Ugye az idény előtt újra sor kerül a Fátum kupára, mikor rendezitek meg, illetve milyen meghívott csapatok lesznek? Szeptember 22-23-án rendezzük meg, és továbbra is köszönet a főtámogatónak, a Fátum Propertynek, hiszen 1,5 millió forint összdíjazású pénzjutalmas torna lesz. A cseh Prostejova, szlovén Kálcit, illetve a magyar UTA csapatával fogunk egy kétnapos tornát játszani. Sorsolás egy picivel később, viszont azt gondolom, hogy egy nagyon jó erőfelmérő lehet ez, és egy nagyon komoly nemzetközi torna a szezon előtt. Elhangzott itt a sajtótájékoztatón, hogy sikeresnek ítéltétek meg az előző szezont, viszont voltak olyan esetek, voltak olyan tanulságok, amiken javítani kell, melyek lehetnek ezek az új szezonban. Pontosan erről beszéltünk, hogy valójában a eredményt, amit a célokat, amit a csapat kitűzött a szezon elején, azt elértük, de láttuk, hogy a csapatban nem hogy több maradt, de többet is ki lehetett volna hozni, hogyha kicsit tapasztaltabban van összerakva, már úgy értve, hogy nem voltak olyan tapasztalt játékosok, akik azt a playoff a szituációkat több szezonon is átélték, és ott a csapat egy kicsit megszökkent. Azt a feladatot, az utolsó feladatot, valójában a bronzérmet, amit nem tudtunk véghez vinni. És ez volt az a pillanat, amikor mondtuk, hogy a következő szezonra a csapatot kicsit tapasztaltabban kell összerakni, hogy ezekben a szituációkban, a legfontosabb szituációkban, hogy ne maradjunk alul. Milyen játékfelfogást várhatunk a csapattól az új szezonban? Én maradok a filozófiámnál, nagyon jól védekezésből szeretnénk egy effektív támadó rendszert kialakítani. A játékosok vannak rá, úgyhogy elsősorban jól védekezni, és nagyon szeretnénk effektívebben támadni, mint tavaly.
Ugye azt már tudjuk, hogy egy spanyol csapat lesz az ellenfel a Challenge Cup-ban a csapatnak. Mit lehet róluk tudni így előzetesen? Egyelőre annyit tudtunk, hogy egy fiatal csapat ugyanúgy fiatal spanyol játékosokkal van összerakva. A külföldi, főleg Latin-Amerikában vannak játékosok még olyan pozíciókban, ami persze nem tudnak másképp a spanyol játékosokkal pótolni. Annyit tudunk, hogy az idén se fog a csapat túl sok idegen légióssal fellépni, maradnak a spanyol játékos filozófiánál. Ezáltal tudjuk, hogy a csapat erős lesz, de verhető. És most szeptemberben találtunk két olyan felkészítő tornát, ahonnan tudjuk, hogy majd kapunk videót az ellenfelünkről. Álvaro Morata, Daniel Carvajal, Emilio Butragueño, néhány név azon világsztárok közül, akiket Tóth Zele József fedezett fel a Real Madrid labdarúgó akadémiáján. A neves szakember a napokban Nábrádon járt, ahol levetítették a róla készült filmet a közönség előtt. A filmnek az elkészítése az egy teljesen véletlennek köszönhető. Igazából Józsi bácsival megismerkedtem, aztán amikor Budapestre jött, akkor mindig találkozgattunk, egy kis szatmári pálinkát is fogyasztottunk, majd átértünk az ő kedvenc italára, a Cuba Libre-re, és ez inspirálira hatott mind a kettőnkre, hogy elkezdte mesélni a történeteit. És úgy gondoltam, ezeket a történeteket érdemes megörökíteni. Először nem filmben gondolkodtam, hanem csak egy hanganyag, majd képanyag rögzítésben, de menet közben úgy alakult, hogy a Barca Akadémiának, FC Barcának van Magyarországon egy akadémiája. És ez az akadémia ment ki Barcelonába egy nemzetközi tornára, és ide a TV2 csoportból a Spiller TV-nek a szerkesztője, Bencsik Róbert, illetve Czák Norbert operatőr elkísértek, és szó-szót követett, és én mondtam, hogy van ez a készülő félben lévő mű, vagy munka, és mondtam, miért nem csinálok ebből filmet. És akkor így velük összedolgozva, együttműködve, nekik köszönhetően állt elő a filmnek a mai formája, és igazából a cél amellett, hogy a múlt értékeinek a megőrzése. Egy olyan cél is menet közben megfogalmazódott bennem, hogy példát állítani a fiataloknak, a jelenkor szereplőinek, hogy bizony ma is vannak még köztünk olyanok, akik az aranycsapatot ismerték, a tagjaival együtt voltak, együtt játszottak, és ők mind Magyarországon, mind külföldön példaként állíthatók a többiek számára, emberként is, játékosként is, edzőként is. És miért pont Nábrád? Alapvetően a filmnek a gondolata az többek közt itt fogalmazódott meg, favágás közben, a téli tüzelőt próbáltam felvágni gyerekkori barátommal, Légrádi Zoltánnal a május 14 térre, ezt fehérgyalmatiak tudják, hogy ez mit jelent, és akkor így szó-szót követett, hogy sportdiplomácia, Barcelona, Kubala, mondtam, hogy éppen a Józsi bácsival beszélgetek, hát de hogy akkor ezt lehetne így tovább vinni, és hát ugye az is benne van, hogy én nábrádi lakos vagyok már nagyon régóta, szabolcs-szatmári lakos 1984 óta, 2,5 évet leszámítva, tehát ez nekem szívügyem volt elhozni szűke pátriámba Józsi bácsit és a filmet, mert itt az embereknek egy része, mint mindenütt a világon, szereti a focit. Szereti a focit, nagyon értékelték, hogy ez a film elkészült, szerettek volna találkozni Józsi bácsival, Józsi bácsi a 88. életévében van, adjon a jó Isten még neki sok évet jó erőben és egészségben, és éppen Magyarországon volt, hát ezért itt Nábráddal kezdtünk, természetesen a filmet már kaptunk ma is meghívást, hogy akkor vigyük Dunántúra is, illetve tervezzük Budapesten is bemutatni, de nyilván úgy szeretnénk, hogy ő jelen van. Lehet, hogy ez hamarabb megtörténik Madridban, nem tudjuk, a szervezés alatt áll, ott is szeretnénk bemutatni. A filmnek elkészült a
spanyol nyelvű változat a feliratozással, illetve a spanyol beszélnek, ott meghagytuk az eredeti szöveget, hát készen áll. Gyakorlatilag arra várunk, hogy Madridban találjunk egy megfelelő helyet, ehhez keresünk támogatókat, szponzorokat, mert nem olcsó egy ilyen helyszínek és a technikának a biztosítása. Én bízok benne, hogy ez össze fog jönni. A Real Madrid utánpótlás vezetőedzőjeként közel 30 éves pályafutása kapcsán nyilván nagyon sok mindenre büszke, sok mindenkire. De ha mégis ki kellene emelni pár momentumot, pár olyan pillanatot vagy eseményt, amire büszkén tekint vissza, melyek lennének ezek? Hát mindenek előtt valóban úgy van, hogy ilyen nagy tehetség, aki ennyire kivált ugye világviszonylatban is, az a Butragueño, ugye, aki valóban az. Utána nagyon sok van, nagyon sokat lenne, tehát ugye egy, és akkor még talán, így szokott lenni, az első kupát, amit megnyertem a Madridnál, nekem azért még az a nagy. Mondják, hogy ugyanaz a deszim, ami a 12. Nem, az a legelső kupám, igen, mint benne van a izében, ugye a fényképen. Hogyan is került ki eleve maga a klubhoz, mint edző? Hát igen, talán, mint elmondtam, ugye, hogy én elkezdtem ugye az edzői tanfolyamokat, ahol köteles voltam edzeni is, és a kis csapatomat, ahova köteles voltam, a szembe kellett találnom magát a Real Madriddal, ugye, aki normálisan nyer 8-0, 11-1 ilyen eredményekkel, és az enyémet az én pályámmal 0-0 lett, és amikor elmentünk második fordulóra, ott meg 1-1, ugye, ami rendkívülinek mondható, és amikor már még engedni még hozzá, meg különös, mert jól mondjuk, mindig azt mondjuk a Real Madridnál, jön valaki, hogy lehet a Real Madridba bekerülni, mint edzőnek, mert verd meg a Madridot. Nekem, mi meg azt mondom, nekem elég volt a két döntetlen. Van-e olyan technika, vagy esetleg trükk, vagy bármi, ami mondjuk a Józsi bácsi nevéhez, vagy egy picikét a stílusához lehet kapcsolni az edzések kapcsán? Hát talán talán azt emelném ki, hogy nagyon sokat segít az, ha az ember a két lábbal tud rúgni, ugye? Mert bármilyen, ugye az öcsi tudjuk, hogy bal lábbal rendkívüli, de az a téma, hogy a Real Madridban az én csapataimnak az, akik csak egy lábbal rúgott, ugye az két év múlva vagy elkezdett valamit javulni, vagy pedig nem is én, ha ők fölöttek, akkor nem fog kezdőjátékos lenni. Nem elég sem a technika egyedül, ha nincs fizikum, és nem elég csak a fizikum, hogyha nincs tehetség, a labdaért érzék, ugye? Nem muszáj zsonglőrnek lenni, ugye, mint egy Kubala László volt, ugye? Nem, de minden esetre a két dolgot kell egyesíteni ahhoz, hogy valaki hosszú távon, ugye tagjai lehessen a Real Madridnak és más nagy csapatoknak is, csak hosszú. Ennek a két dolognak, hogy magas nívón kell egyesülnie. És ha netán mondjuk valaki nem nagyon tehetséges, vagy nem annyira, mint amennyire mondjuk nem áldotta meg a Jóisten azzal az áldott tehetséggel, a kitartás és a gyakorlás segíthet-e abban, hogy az vágyait eléri, vagy az álmait ezzel kapcsolatban? Föltétlen, szóval az akarat és a gyakorlás, ugye, az abszolút lényeges. És azt merem talán mondani, hogy mégis, hogy egy kis tanács is legyen a szavaimba, hogyha az Isten nem adta meg, hogy első osztályban nagyon nagy játékos leszek, és de megadta, hogy másodosztályban, akkor legyen másodosztályban, hogy becsületesen, és nagyon fogják szeretni. Pontosan azért, mert becsületesen hajt az ember. Kedves nézőink, ennyi fért a mai Sportszeletbe. Új műsorra legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Várjuk Önöket akkor is. Viszontlátásra!